Köszöntöm Önöket! Ma a Ferenc körút 24 szám alatti épületet fogjuk Önöknek bemutatni, ami többek között azért is érdekes, mert itt ebben az épületben élt Krúdy Gyula néhány hónapig. De mielőtt Krúdy Gyuláról beszélnénk, beszéljünk egy picit a ház tulajdonosáról. Ki volt ő? Táfler Kálmánnak hívták. Egy nagyon jó nevű és hát nagyon sikeres üzletember volt, aki már az 1860-as évek közepétől megalapozta a vagyonát, Békés Csabán, Békés megyében foglalkozott először testvérével, Táfler Izsákkal, terménykereskedelemmel, be is jegyeztették a cégüket Békés Csabán, és 1872-73-tól már Budapesten is megvetették a lábukat, olyannyira, hogy például 1873-ban ő volt, tehát Táfler Kálmán volt a legtöbb adót fizető vállalkozó a fővárosban, ami azt gondolom, hogy elég sokat elárul a vagyoni helyzetéről. Kereskedéssel, kereskedelemmel foglalkoztak először, és aztán az ingatlan piacra is betörtek. Manapság ugye ingatlan hasznosításnak hívják azt a tevékenységet, amely jelenti az ingatlanok adását, vételét, illetve lakóházak, irodaházak felépítését. Tulajdonképpen egy ilyen nagyvállalkozó lett ő, és hát tulajdonképpen a Nagykörút kiépítésénél számos olyan lakóépület megszületése fűződik az ő nevéhez. Így például a József körút, Népszínház utca sarkán is épült, a József körút, József utca sarkán is épült olyan lakóépület, amely az ő tulajdonában volt. Az Andrássy úton is volt több bérház, amely az ő felügyelete és tulajdona volt, egy felügyelete mellett és tulajdonában épült, és ez a Ferenc körút 24 szám alatti épület is így került felépítésre. Vellis Gyula építészt kérte fel ennek az épületnek a megtervezésére, és ami egyébként talán jellemző ezekre a körúti házakra, legalábbis azokra mindenképpen, amelyeket a Táfler Kálmán neve fémjelzett, hogy elsősorban a Ferenc körútra vagy a Nagykörútra néző homlokzat az, ami ennél az épületnél, vagy ezeknél az épületeknél kiemelkedő, tehát csodálatos épületdíszekkel rendelkezik. Maga az architektúrája is nagyon egységes, nagyon szép, ilyen neoreneszánsz stílus jegyeket őrző, de már eklektikus, historizáló stílusú épületről van szó, amely itt ugye egy sarok elemmel is rendelkezik, egy beszögeléssel mondjuk így, ahol egy nagyon szép női fej szobor látható, amely, és egy dátum, az építés dátuma 1895, tehát azt gondolom, hogy minden, ami fontos ezzel az épülettel kapcsolatban, látható már az utcáról is. Ha belép az ember, mint ahogy majd hamarosan megtesszük, akkor lehet látni, hogy ott inkább a praktikus szemlélet uralkodott, tehát minél egyszerűbb, puritánabbak. De az a lényeg, hogy valóban itt ami jelentős és szép, az kívülről látható, belül pedig tágas lakások jellemezték a tereket. De ha már ennyit említettem, hogy milyen a belső és a külső viszonya, szerintem az a legegyszerűbb, ha bemegyünk és megnézzük. Nézzük. Valóban sokkal szegényesebb ez a ház belülről, kívülről. Beszéljünk egy picit Krúdy Gyuláról, ugye hiszen mondtuk, hogy itt élt néhány hónapig ebben a házban. Igen, és hát ennek egy elég kalandos története van. Ebben a házban működött és élt egy bizonyos Rózsa Jakab temetkezési vállalkozó, akinek a lányába lett szerelmes Krúdy, méghozzá nem is akárhogyan, mert hogy először a lány édesanyját szerette meg, méghozzá úgy ismerkedett meg az édesanyjával, hogy 1915-ben, amikor a Royal szállóban kezdett el lakni, mert hogy nem csak bérlakásokban, bérházakban lakott Krúdy Gyula, hanem többször előfordult, hogy hotelekben, szállodákban. Ennek a szállodának az igazgatója Váradi Gyula volt, és Váradi Gyula felesége, Regina asszony volt az, aki
hát akivel összemelegedett, mondjuk így, és ennek a Regi Anna asszonynak az első házasságából született Rózsa Zsuzsi, Rózsa Jakab leánya, és először az asszonyba lett szerelmes, Krúdi, aztán a lányába, és 1918-ban, amikor ez a kapcsolat kiderült, akkor hát ebből a Royal szállóból menekülnie kellett, úgyhogy először a Margit-szigetre mentek a lányjal, Zsuzsival, aztán rövid ideig itt tartózkodtak, aztán megint a Margit-szigetre, aztán megint ide, szóval egy ilyen elég érdekes, kalandos szerelem volt ez, mint ahogy Krúdi egész élete nagyon kalandos volt, és végül aztán a Margit-szigeten laktak egészen 1930-ig, de ebben a házban látta meg a napvilágot kettőjük gyümölcseként, Krúdi Zsuzsa, az a gyermeke Krúdi Gyulának, aki a felnőttkort is megérte. És hát ez a ház volt a kiinduló pontja tulajdonképpen az 1910-es évek végén Krúdi ferencvárosi barangolásainak is, mert hogy apósa révén megismerte a temetkezési vállalkozók, illetve a hullaszállítók világát. Ugye az ő fő törzshelyük az akkori Szvetenai utca, mai Lenhasik utcai Korbonztanhoz közeleső Arab Szürkéhez címzett fogadó étterem kávéház volt, ahol aztán éjjelenként Krúdi az apósával gyakran megfordult, és rengeteg különböző regényeiben felhasznált történetet és alakot tudott szerezni, mintát szerezni, úgyhogy nagyon érdekes irodalomtörténeti kötődése van ennek a háznak. És még egy annyi információt mondjunk el, ami kimaradt talán, hogy az első emelet egy szám alatti lakásban élt Krúdi Gyula abban a néhány hónapban. Következő adásunkban pedig Julius Mein egykori kávépörköldéjéhez fogunk ellátogatni.